Köszöntöm Önöket a Kistelekvárosi Televízió november 30-ai adásában. Kérem, tekintsék meg képes műsorismertetőnket. Kisteleki termálfürdőben került megrendezésre 25-én vasárnap egy úszóverseny, melyben a kisteleki diákok több korosztályban és úszásnemben mérhették össze tudásukat. Következő riportunkban Jánosi Adélt, az esemény egyik szervezőjét kérdeztük a részletekről. November 24-én úszóversenyt tartottak a kisteleki sportcsarnokban, amin kicsik és nagyok egyaránt részt vettek. Jánosi Adélt, a verseny szervezőjét kérdeztük az eredményekről. Milyen céllal indították ezt az úszóversenyt, és mely célközönséget szólítja meg? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Immáron már ötödjére szerveztük ezt a házi úszóversenyt itt a Kisteleki úszodában. Többnyire a kisebb korosztályt célozzuk meg, de összességében az általános iskolásoknak szól. És ez egy nagyon amatőr úszóverseny, tehát akik csak itt ebben az úszodában tanulnak úszni, az ő részükre szerveztük. Milyen eredmények születtek, és milyen kategóriákban versenyezhettek? Tehát a korosztályok egészen a legkisebbektől 2013-as születésűek is voltak, tehát 5 évesek, és 14 éves korosztályig ment, ez 5 korcsoportban. Itt a legkisebbeknél szerintem már eleve, hogy végigúzták a medencét az adott versenyszámban, nagyon szép eredmény. A többiek meg magukból kihozták a legtöbbet, és tartva a versenyszámnak a technikáját szépen sikeresen helytáltak. Esetleg valamilyen külön díjban részesülhettek? A legkisebbek mindenki eredménytől függetlenül aranyéremben részesült, egy kis motivációként, hogy még nagyobb kedvel jöjjenek jövőre versenyezni. A többiek pedig az első 3 helyezett éremdíjazásban részesült, akinek nem sikerült a dobogóra kerülnie, ők kaptak egy csokoládét. A jövőben is terveznek ilyesmi úszóversenyt, esetleg ebben az évben, vagy jövő évben? Mindenféleképpen már csak jövő évben, 19-ben tervezünk, és természetesen szeretnénk újra megismételni ezt az úszóversenyt. Második alkalommal rendezték meg Kisteleken az EFI Fair Play focikupát a Kistelek Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. Ennek részleteiről Kovásnyi Szabó Editet, az esemény egyik szervezőjét kérdeztük. Második alkalommal is megrendezték az EFI Fair Play kupát kisteleki járásban baráti társaságok, amatőr foci csapatok, munkahelyi csoportok számára. A rendezvény részleteiről, eredményeiről kérdeztük a szervezőt, Kovásnyi Szabó Editet. Hány csapat vett részt, és milyen eredmények születtek? A Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda immáron második alkalommal rendezte meg az EFI Fair Play foci kupát. 2017 novemberében került először sor erre a rendezvényre, akkor 8 csapattal tudtuk ezt a kupát megrendezni. Az idén szintén meghívásos rendszerrel kerestük meg a munkahelyeket, baráti társaságokat azért, hogy szerettük volna ezt a rendezvényt ismét színvonalasan és több résztvevővel megrendezni. Sajnos a tavalyi 8 csapatból csak 5 olyan csapatunk volt, aki tudott ehhez a rendezvényhez csatlakozni, és a Jézus Szíve Brigád baráti kör, mint új csapat 6.-ként vett részt ezen a rendezvényen. A 6 csapat a mai alkalommal, illetve hát a mostani rendezvényen körmérkőzés formájában játszottak, míg a tavalyi az sorsolásos módszerrel történt meg a csapatok között a játék. Több mint 100 résztvevő vett részt ezen a rendezvényen, és nagyon szép eredmények születtek. Azért is örültünk ennek a rendezvénynek, hogy ismét meg tudtuk ezt rendezni, hiszen a férfiak körében az amatőr mozgás népszerűsítése azért itt ebben a járásban nagy nehézségekbe ütközik, és itt elsősorban az EFI-nek nem az volt a feladata, hogy egy vérre menő sportrendezvényt tartson, hanem azt szerettük volna
elérni, hogy a férfiak körében, a munkatársak, a baráti társaságok körében egy olyan rendezvényt is sikerüljön megszerveznünk, ahol a férfiak egymás öröméért, a mozgás fontosságáért, az egészségük megőrzéséért közösen együtt töltenek egy napot. A kisteleki mentőállomás csapatát is a körünkben üdvözölhettük a tavalyiakhoz képest. Hozzájuk csatlakozott az Ekitep brigád, és akkor ők együtt vettek részt ezen a rendezvényen, de itt voltak a kisteleki önkormányzat munkatársai a KITE támogatásával, itt volt a Prismian Kft., az Unikem Kft., itt voltak a csengelei trollfoci csapat tagjai, és új csapatként, ahogy az előbb is említettem, a Jézus Szíve Brigád baráti sportkör is részt vett ezen a rendezvényen. Tehát 15 mérkőzésre került sor, és 72 gól született. Én azt gondolom, hogy nagyon ügyesek voltak a fiúk, és hát nagyon szépen játszottak, betartották a foci sport szabályait, és egy nagyon látványos, barátságos mérkőzésekre került sor. Az eredményeket is szeretném megosztani a lakossággal. Az első helyezést a kisteleki mentők az Ekitep csapatával érték el. Nagyon eredményes sok-sok gólt szereztek. Második helyezést ért el a Jézus Szíve Brigád Sportklub, és harmadik helyen szerepelt a kisteleki önkormányzat a KITE tagjaival együtt. A többi három csapat is eredményesen és nagyon szépen játszott. Lehetőségünk volt díjazni a legjobb kapust is. Ő a kisteleki önkormányzat csapatából volt Katona Tibor. A legjobb játékosunknak Fabrizio Ventimigliát választották a játékvezetők és a szervezők. Ő a Prismian Kft.-ben játszott, és gólkirály címet kapott Nagy Illés Patrik a Jézus Szíve Brigád csoportból. A sok szép gól mellett természetesen maga a játék fontosságának is nagy szerepe volt, hogy nem csak a fiúk jöttek el, a férfiak, hanem jöttek melléjük szurkolók is, és hát egy jó hangulatú napon vagyunk túl. Én említettem, több mint 100-an vettek ezen a programon részt, és terveink között szerepel, hogy jövőre, ha lehetőségünk és a pályázati támogatásunk ezt biztosítja, akkor szeretnénk ismételten ezt a programot meghirdetni és megrendezni. Emellett még a jövőben milyen programok várhatóak? Évek óta már a kisteleki EFI megrendezi a fogyi klubot. Ez a járási lakosság, felnőtt lakosság számára egy életmódváltó programot is jelent, ahol szeptembertől decemberig heti kétszeri mozgás órán vehetnek részt, és emellett dietetikus támogatásával biztosítjuk azt, hogy az étkezési szokásaikon is változtassanak. Elsősorban itt nem a testsúly kilogrammokban mért fogyást tartjuk fontosnak, hanem a saját súlyhoz képest százalékos formában számoljuk, hogy ki mennyit fogyott önmagához képest. Az idén ez 2018. december 20-án fog véget érni ez a programunk. Most is nagyon sokan vesznek részt rajta, több mint 30 résztvevőnk van, akik részt vesznek ezen a rendezvényen, és elkötelezetten szeretnének életmódot váltani, egy picit tenni azért, hogy egészségesebben tudjanak élni. A résztvevőket igyekszünk most is értékes díjakkal jutalmazni. És akkor ezúton szeretném megköszönni a munkatársaimnak az EFI-ben az egész éves munkájukat, és a lakosságnak pedig azt, hogy eljöttek a rendezvényeinkre, és fontosnak tartották az egészségük megőrzését. A kisteleki művészeti iskolában mutatták be Punk Mária, Bocsond, a kocos bundás medve bocs meséi című mesekönyvét, és annak mellékleteként megjelent Moccantó című lemezt. Stábunk az alkotókat kérdezte a bemutató részleteiről.
November 26-án a Kisteleki Művészeti Iskolában Punk Mária, Bocsond, a Kócos Bundás Medvebocs meséi címmel könyvbemutatót tartottak. Közreműködött a meskönyv mellékletében Sejben Győző megjelent Moccantó CD szerzője. Köszöntöm Önöket! Először is miért pont egy mesekönyv megírására esett a választása, és főként mely korosztályt szólítja meg a kicsik körében? Eddig verseket írtam, kicsiknek is és nagyoknak is. Aztán úgy gondoltam, hogy egy újabb kihívás számomra, hogy meséket írok, és a prózában is megmutatom magamat, hogy mire vagyok képes. Először saját magam számára, aztán pedig a gyerekek számára, és akkor így történt, hogy ez a mesekönyv született, és legfőképpen kis iskolásoknak írtam ezt a mesét. Bocsond, miért pont ezt a címet kapta ez a mesekönyv? Egyrésztről azért, mert bocs, tehát mackóról beszélünk, és a botond névnek az átalakított formája lett a bocsond. Kicsit mesélne részletesebben, milyen történetre alapul maga a mese? Egy kis mackónak az életét, egy életébe tekinthetünk bele koratavasztól egészen télig, és az ő erdei barátaival való játszását, érdeklődését, történeteit, különböző cselekvéseiket tudhatjuk meg, olvashatjuk ezekben a mesékben. Egy-egy gyermeki jellemhibára épül minden egyes mese, és a meséket kiegészítve még találhatunk a mesekönyvben tudástárat, a mesében szereplő dolgokról, állatokról, kis receptgyűjteményt is, miket főztek, miket sütöttek meg az állatok, fekete-fehér grafikákat, amiket a gyerekek kedvük szerint színezhetnek, és ugye a Moccantó CD-t, a zenei mellékletet, a mesében szereplő verseknek, daloknak a zenei akusztikus formáját. Miért pont a medve, mint állat kerül a középpontba ebbe a könyvbe? Mert a medve mindenkinek egy jó ízű, kedves, vidám kis barátja. Kicsitől egészen az öregkorig elkísér bennünket, és valahogy így önkéntelenül mindig kísért engem is a medve, megszerettem. Hogyan jött ez a lehetőség, hogy Sejben Győzővel közreműködjön? Győzővel már nagyon régóta ismerjük egymást, ő már versemet, gyerekversemet zenésített meg régebben is, és ebből az ötletből jött, hogy mi lenne, hogyha a könyv mellékleteként megjelenne egy CD is, és így felkerestem, és ő igent mondott nagy örömömre. Mesélne egy kicsit részletesebben, hogy milyen dalok találhatók ezen a Moccantó CD-n? Igen, hát ez a CD, ez úgy született meg, hogy ebbe a mesekönyvbe, az egyik mesének a történetébe egy kórus éneklésről van szó, ahol a medvék egy kórus éneklés keretében dalokat énekelnek el. Ezeknek a daloknak a szövege megtalálható magában a mesében a nyomtatott formában, és olyan megkapóak, olyan kedvesek voltak ezek a szövegek, hogy adta magát, hogy ez egy kis zenét is kellene szerkeszteni, amit meg is csináltam, és a Marikával megbeszéltük arra, hogy CD mellékletként oda tűzzük a hallgatóknak, hogy ne csak vizuális, olvasási élmény legyen, hanem egy kis akusztikus élményt is tudjunk adni. Mik a jövőbeli tervek, és közösen terveznek-e bármit? Igen, már készen van a második kötet, és a második CD zenei anyaga is. Jelen pillanatban már a kiadónál van, és valószínűleg karácsonyra kerül a kezünkbe. Ezek nem mesék lesznek, hanem gyerekversek. Advent vasárnap estéjén Kistelekváros önkormányzata és a Kistelki Kamara Ének Együttes, valamint meghívott vendégek várják a város apraja nagyját a Szent László téren, ahol közösen kerül sor az adventi gyertyák meggyújtására. Ennek részleteiről Bradanovics Bernadettet kérdeztük. Kisteleken is elindul az adventi gyertyagyújtás időszaka. Az adventi délutánok ideje alatt a kézműves kiállítók is kitelepülnek, a szervezők pedig minden vasárnap 4-től 6-ig várják az egy cipős dobozban elférő adományt, főként játékokat és könyveket. A közelgő rendezvény részleteiről és a programokról Bradanovics Bernadettet kérdeztük. Az adventi hetek Kisteleken is megrendezésre kerülnek, erről kérdezzük a főszervezőt, milyen programok várhatóak, és kik látogathatnak ki erre a rendezvényre. Köszöntöm én is a nézőket, és téged is, Rami.
Így van, 12. alkalommal kerül megrendezésre az Advent Kistelek városában, és hát mint minden évben Kistelek város önkormányzata és a Kisteleki Kamara énekegyüttes összefogva, mint jobb és bal láb, vagy jobb és bal kéz, együttesen tesszük össze vasárnap délutánokat. Minden vasárnap, december 2-án, december 9-én és december 16-án találkozhatnak velünk a kedves városlakók, méghozzá 5 órától lesznek a gyertyagyújtások itt a Szent László téren, és ahogy itt jöttem be hozzátok, már láttam, hogy készülődnek, és állítják a fákat, lesznek kis házikók, ami az idén egy újdonság, mert vannak olyan kézműves mesterségek és kézműves mesterek, akiknek nagyon-nagyon szép kézműves termékeik vannak, és picit megszínesítik majd ezeket a délutánokat azzal, hogy kihozzák a csillogóbbnál csillogóbb, szebbnél szebben becsomagolt áru, amit aki kilátogat hozzánk, megvásárolhatja, és titokban majd a Jézuskával együtt a fa alá csempészheti. Várható-e változások az előző évhez képest, és milyen programok várhatóak hétről hétre? Az imént felsoroltam 3 időpontot, viszont adventről tudjuk, hogy ugye 4 vasárnapot takar. Az utolsó vasárnap az nem a Szent László téren lesz megünnepelve, illetve meggyújtva a 4. gyertya, hanem december 23-án a karácsonyi koncert keretében bent a római katolikus templomban lesz. Így a 3 advent délutánját elosztottuk, méghozzá a városban működő olyan intézmények között, akik gyerekekkel foglalkoznak. Ez azért nagy dolog, mert ez eddig nem így volt. Voltak, akik felléptek gyerekekkel foglalkozó intézményekből, de ilyen nem volt még, hogy szinte mindenki elvállalta, és mindenki hozzá fog tenni egy picit ezekhez a vasárnapokhoz. Igazán ennek az adventnek az is lenne az üzenete, hogy ami kincsed van, és most, ezt tedd bele a közösbe. És így az óvodásoktól, az iskolásunkon keresztül, a gimnazistákig, és egészen az idős korosztályig mindenki megmutathatja és hozzáteheti ezekhez a vasárnapokhoz a kincsét, aminek a csúcspontja az a 3. vasárnap, december 16-án lesz, amikor is, ha a plakátot valaki elolvas, akkor oda van írva egy ilyen mondat, hogy szívet melengető meglepetés. Hát erről nem akarok sokat elárulni, de aki kijön, annak biztosan nagyon-nagyon lélekemelő, lélekmelengető, és talán egy ilyen kicsit karácsony előtti élményben lesz része, legalábbis azon vagyunk, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk, a kórus is, és a Városi Önkormányzat dolgozói is. Ha viszont az időjárás nem engedné, a kinti rendezvény megszervezését a Művelődési Házban lesz megtartva. A Balázsjai Menyhárt Eszter a Sminkesek Magyar Bajnokság 2018 versenyében alkalmi és parti smink kategóriában 3. helyezést ért el. A rendezvény részleteiről Menyhárt Esztert kérdeztük. Menyhárt Eszter alkalmi smink, parti smink kategóriában szerzett újabb elismerést az országos megmérettetésen. A Sminkesek Magyar Bajnokság 2018 versenyében 3. helyezést ért el. Hogyan jött az életébe a sminkelés? A kozmetikus iskola elvégzése sminkes végzettséget nem biztosít, így nagyon szerettem volna a leendő vendégeimet alkalmakra, rendezvényekre, hogy ki tudjam sminkelni. Mikor érezted először azt, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, és ennek szeretnél szentelni az életedet? Első lépésként én egy alapsminkes képzést végeztem el. Itt mindent az alapoktól kezdtünk el, majd a sikeres sminkvizsga után az oktatómmal volt lehetőségem divatbemutatókon, szépségkirálynő választásokon, fotózásokon részt venni, és tulajdonképpen itt éreztem meg a szakmának az ízét, hogy én a kozmetika mellett ezzel is nagyon szeretnék foglalkozni. Mikor kezdted el komolyabban foglalkozni a szakma elsajátításával? Ugye említetted, hogy jártál versenyekre, meg szépségirányválasztásokra, de mi volt az a pont az életedben, amikor tényleg úgy érezted, hogy komolyan szeretnél ezzel foglalkozni? Én az oktatóm bíztatására 6 évvel ezelőtt indultam el életem első megmérettetésére. Ez egy miskolci verseny volt. Itt hordható nappali smink kategóriában sikerült 2. helyezést elérni, és ez egy akkora szakmai sikerélményt, illetve visszaigazolást adott,
hogy úgy döntöttem, hogy innentől a hazai versenyeknek rendszeres résztvevője leszek. Ahogy az elején is említettem, most harmadik helyezést értél el. Mesélnél egy kicsit arról, hogy milyen sminket készítettél, hol vettél részt, és mi alapján készítettél ezt a sminket? Én a magyar bajnokságon immáron harmadjára indultam. Ez minden évben Budapesten kerül megrendezésre. A zsűri minden évben ez úgy áll össze, hogy 2 darab sminket szokott tőlünk számon kérni. Itt az első témánk egy hordható nappali smink kategória volt, ahol a versenykiírásunk egy elegáns, letisztult utcai vagy kávéházi viselet, amit meg kellett alkotnunk. Itt 30 percünk volt maga a versenymunkára. Ezután a második smink, ami nekem igazából a személyes kedvencem, az alkalmi sminkek. Itt parti smink volt idén a témánk. Itt egy erős, feltűnő, élénk sminket szerettek volna tőlünk látni, viszont a modellen meg kellett, hogy maradjon a hordható látvány. Itt 45 percünk volt a munkára, ami egy ilyen sminknél egyébként elég kevés. A verseny egyébként maga a fölkészülés, az ezt megelőző 1,5 hónapban, az időre való gyakorlás, a modellel való összeszokás, magát a látványt a témakörökhöz, stylingban, hajban, ékszerben, kiegészítőkben össze kell hangolni, hogyha a zsűri a munkánkra ránéz, akkor a kiírt témának megfelelően lássa a modellünket. Vannak-e jövőbeli terveid, hogy ilyen, hogy hasonló versenyeken részt vegyél? Igen, nagyon szeretnék versenyezni, nagyon nagy vágyam, hogyha lesz lehetőségem külföldi megmérettetésekre kijutni, nagyon szeretnék a nemzetközi mezőnyben megmérettetni magam. Itt Kisteleken hol érhetnek el, akik hozzád szeretnének jönni, és milyen szolgáltatásaid vannak? Kisteleken nem olyan rég nyitottunk, Elixir szalon néven vagyunk jelen a városban. Itt fodrászat, műköröm, kozmetika a jelenlegi szolgáltatásaink. Nagyon szeretnénk jövő évtől a szalonnak a profilját bővíteni. Én személy szerint a kozmetikának is a szolgáltatásait szeretném bővíteni, jelenleg elérhető sminktetoválás, arckezelések, mindenféle smink természetesen a vendégeknek, a bulizóstól, a tablósmink, a menyasszonyi smink, minden, amit csak szeretnének viselni, illetve nagyon nagy divatja van most, műszempillák, gyanták változatlanul. A már megszokott módon bensőséges hangulattal és egy fergeteges koncerttel búcsúztatják az új évet az egy taggal kibővült Good Company együttes és annak rajongói, a Rózsleget Kollégium falai közt. A részletekről az együttes tagjait kérdeztük. Thank you.
Kistelek az a hely, ahonnan 5 évvel ezelőtt indultak, és egyben az az otthon, ahová koncertjeikkel rendszeresen visszatérnek. Éppen olyan rendszeres ez, mint a már megszokott karácsonyi Good Company koncert, amely idén is megrendezésre kerül. Ilyenkor kicsit átalakul a nézőtér, megtelik barátokkal, ismerősökkel, családias hangulat alakul ki. Egy picit a lelkünket felkészítik a karácsonyra. Az idei koncert részleteiről kérdezzük az immáron 5 tagból álló Good Company együttest. Good Company együttestől járunk, idén megint karácsonyi koncertet terveztek. Mit lehet erről pontosabban tudni? Hát akkor a Good Company nevében köszöntjük a kedves nézőket és téged is, Zoli. Bizony, a tavaly kimaradt és elmaradt koncert után ez idén meg lesz. December 21-én, pénteken, este 8 órakor, és már a megszokott helyen, mi már ott leszünk, a Rózsaliget kollégium dísztermében, és nagyon remélem, hogy egy tűt sem fogunk tudni rejteni. Olyan sokan leszünk. Úgy számolom, mintha egy fővel szaporodtatok volna. Valóban. Az új tagról, Jani, mit lehet róla tudni? Hát én szintetizátoron fogok beépülni a csapatba. Hát már úgy néz ki, hogy szerintem már be is épültem. Pont ezt akartam mondani, úgy vagy, hogy megpróbálom szívvel, lélekkel csinálni tényleg a... Ez azt jelenti, hogy az eddigi dalokat is áthangszerelitek, és az alatt is egy kicsit dallamosabb lesz akkor a szintetizátor? Szerintem igen. Sokkal kerekebb, és szerintem hat hozzá a szintetizátor így ez a csapathoz és a hanghangzáshoz is, tehát mindenképpen. Az, hogy Jani hogy kerül most a zenekarunkba, illetve közénk, az igazából régről ismerik egymást már a Janival, és többször is zenéltünk már együtt más formációban, és igazából én úgy vettem észre, hogy hasonló a zenei világunk, hasonló a zenei ízlésünk is, ő is mindenevő, szinte a Jani, és beszéltük a többiekkel, hogy esetleg kipróbálhatnánk egy másik hangszert ebbe a zenekarba, hogy kicsit kísérletezhetnénk a saját zenénkkel, illetve a repertoárunkkal, és így jött a képbe Jani, és hogy elvállalt a fölkérésünket, volt próbajátékon, és megfeleltünk közöttünk, úgyhogy mi bízunk benne, hogy Jani is ilyen jól érzi magát ebben a zenekarban, hogy mint ahogy fogadtuk őt. 2016-ban jelent meg Ritus címmel az első albumotok, várható a folytatás, vagy lesz-e valami változás esetleg? Az első albumunk, ami megjelent, magánkiadásba jelentettük meg, és úgy gondoljuk, hogy ennek a folytatása mindenféleképpen megérett a zenekar részéről, hiszen a koncertjeinken már óraidőben majd még egyszer annyi produkció, ami a lemezen található, és az az elképzelés, hogy ezeket a dalokat is rögzíteni fogjuk, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy aki szereti és meg szeretné hallgatni, ne csak a koncerten, hanem akár lemez formájában, vagy valamilyen más hangzóanyag formájában meghallgathassa. Igazából olyan régi, új módon képzeltük el ezt az új albumot. Ugye régen nem az volt a szokás, mint mostanában, hogy kihozott egy zenekar egy új albumot, és akkor azzal együtt hallotta a közönség az új számokat, hanem már voltak bejártott számok, amiket felvettek. Azok kerültek rá a lemezre, amit tényleg a közönség szeretett, és ezt mi is így tervezzük. Tehát, mint ahogy Győző is mondta, már van egy új lemezre való repertoár. Viszont, ami az új a dologban, hogy, amit szintén említettél, hogy nem feltétlenül fizikai formátumban, hanem elektronikus módon szeretném megjelentetni. Ami viszont egy új tendencia, de lehet, hogy mostanában már életképesebb. Új dalaszban sok. Ezek szerint videóklippekről is, mintha hallottam. Hát igen, nagyon régóta készülünk rá, hogy megjelenjen egy zenés videónk, és hát most már elmondhatjuk, hogy elkészült, és a premierjére sem kell nagyon sokáig várni. Aki több információra kíváncsi ezzel kapcsolatban, nyugodtan kövesse a Facebook oldalunkat, minden időben fel lesz tüntetve. Karácsonyi koncert, az biztos, addig vagy azután tudtak-e valamelyikről még? Elég sűrű lesz a következő pár hetünk, heti rendszerességgel fogunk koncertezni. Holnapi nap folyamán Makón az Erdély János sportcsarnokban lesz egy koncertünk, az Ismerős Arcok vendégeként. Jövő héten, tehát december 1-én szombaton szintén Kiskunmajsán játszunk az Ismerős Arcokkal. Utána pedig még két önálló koncertünk lesz, mind a kettő Szegeden.
December 5-én a Dóm téren a Mesés kastélyban játszunk este 6 órától. 12-én pedig a Dómiban lépünk színpadra este 8:30-től. Mert azt mondja, hogy nem is biztos. Nyugi! Szerintem kezdjük az egészet! Ez tök jó! Ez nagyon improvizatív. Igen, ez így jelent. Ez egy vallomás, csak egy vallomás. Ez egy vallomás, mit nem hallott más. Rólad szól vagy szólít, nem történhet máshol, máshol. Ez a vallomás, ez a vallomás. Elmondott már száz szót, vagy száz szót, nem történhet máshol, máshol. Felvillant a csend szárnyakon, egy vallomás szült a karkalom, hogy volt tűnőr előrége a Kisteleken az Alapfokú Művészeti Iskolában 18. alkalommal került megrendezésre az Erdélyi Tárlat című képzőművészeti kiállítás. Továbbiakban a kiállítás megnyitóját, valamint az itt kiállító Varsányi Ildikóval készült riportunkat láthatják. A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskolában Erdély címmel tárlatot rendezett a Kisteleki Képzőművészkör. Az iskola vezetője Szombathelyi Árpád nyitotta meg a rendezvényt. Jó estét kívánok! Szervusztok! Megengedhetem magamnak, hogy tegező viszonyt is fitogtassak az itt lévők 80%-ával, hiszen úgy ismerjük egymást szinte mindennapos találkozásainkból, mint mondjuk a saját tegyenünket. És ez egy nagy dolog, egy ilyen kisvárosban, hál' Istennek, a legszélső utcák lakói is ugyanúgy ismerik az embereket, akik mondjuk a belvárosban laknak, mint hogy a belvárosiak a Télrózsa minden irányában lakók a Kisteleken. A mai alkalom megint csak a évek hosszú során át megszokott erdélyi tárlat. Egy kicsit szokatlan időpontban, mert mi októberben a legcsodásabb őszi hónapban szoktuk az erdélyi tárlatot rendezni, ami a Szentegyházai alkotótelepünk munkáiból kerül kiállításra. Most az építkezés miatt volt egy kis csúszás. Nagyon élveztük mi az építkezést júniustól kezdve, de nem akartam ezt az élményt megosztani senkivel. Ez az én egóm által diktált viselkedés. Tudom, hogy mindenki szemreányás tesz, hogy nem botladozhatott itt Martáros Vödörbe, kömüvesbe, emelőbe, de akkor lássak kömüvest az elkövetkezendő 10 évben, mikor kényszer helyzetben leszek. Egyébként nem nagyon ugrálok értük, azelőtt szerettem őket nagyon. Tehát így.
történt a dolog, kivéve természetesen magukat a könyveseket. Tehát aki épít, az nálam mindig nagyon jó helyen dolgozik. Hát így történt ez ezzel az iskolával is, hogy új kabátot kapott, új kalapot, új cipőt. A belső struktúrája, a belső szerkezete ugyanaz maradt, mint ami volt. És ez tényleg nagyon jó. Van egy barátom Homolút Karácsony falván, úgy hívják, hogy Béla Gálos Berci, aki a tavalyi kiállításra emlékszik, kitettem a fafaragványait, ő azt mondaná rá, hogy a faragászatokat. És Béla Gálos Bercihez, ha átmegyünk, akkor mindig kéreti magát, már majdnem az a gyanú, hogy szándékosan, hogy verset mondhasson nekünk, mi kérjük rá, hogy mondjon, ő meg kicsit erőlteti, hogy mi próbáljuk rávenni erre. És most meghonosítom a Béla Gálos Berci barátom versmondás szokását itt is. Rávettem nagy nehezen a Kálmán Balit, aki a Glóbb Vándorok oszlopos tagja és régió barátom. Gyakorlatilag az ideérkezésem előtte talán 37-38 éve már, és Kacsó Sándor őszi vetés című versét fogja elmondani, amit első versmondásban Béla Gálos Bercitől hallottunk elkében. Akkor meg is kérdélek. Kacsó Sándor, őszi vetés. Az apám barna bajusza alatt ritka volt a szó, és ritka a mosoly. A friss szántáson előre haladt, szállt utána csend, mint sűrű közgomoly. Óriás volt ő, szertelen és merész. Árnyában ott a bozontos hegyeknek, s mögötte titkok vára a havas, mint én voltam egy akkora gyermeknek. Ebéddel küldött hozzá ki anyám, de csak nem nyúlt még, én nem tudom miért, mint máskor szokta a fazék után, hanem a mesdjén lépést lépésre mért. Megállok látni, villantott felén. Ez itt a határ. Vésd az eszedbe jól, vitás föld sajna, s éppen ezért kemény. Ember legyen az, ki itten birtokol. Ezt tudnod kell, de ennyi sem elég. Aki csak bírja, de nem munkálja meg, nem áld annak itt maradást az ég, elhordja földjét a dúló fergeteg. Most hát vetünk itt, vigyelj jól ide. Híme van ennek, mit be kell tartanod. Ha elhibáztad, nincs oly szent ige, mivel a hibádat helyrehozhatod. Vállán átkötve a zsákban búza volt, belemarkolt, s rám nézett. Elép, mondta, s mutatta, mielőtt kiszórnád, vidd a szívedhez, mentől közelét. Lendült a karja, úgy mondta tovább, markod a szemed, úgy eressze szét, mintha, miként ha, kereste a szót, mintha a szíved vérét hintenéd. Nézd, szót fogadtam, édes jóapám, amit csak diktált szívem és eszem, és amit szétszórok forró lendülettel, mind a szív vérében ázott húz a szem. A kiállításon résztvevő alkotások készítőit összeköti, hogy minden évben a Hargita megyei Szentegyháza városában rendezik meg alkotói táborukat, melyet ebben az évben 18. alkalommal tartottak meg. Stábunk a kiállításon résztvevő művészeket kérdezett. A 18. Szentegyházi erdélyi alkotótáborba fogalmazhatunk így, Szombathelyi Árpáddal beszéltem az előbb, a hatóság is a táborozókkal ment. És erről kérdeznélek téged először is arról, hogy hogy ismerted meg a Kistelek Alapfokú Művészeti Iskolát, annak vezetőjét, Szombathelyi Árpádot, illetve mi inspirálta arra, hogy velük tarts Erdélybe?
hát pár évvel ezelőtt a munkám során sikerült eljutnom ide a művészeti iskolába, és ahogy beléptem az épületbe, egyből csodálatos élmény volt a főképeit látni, és emlékszem az épületnek a belső udvarán is az itt alkotó diákoknak a képzőművészeti alkotásai voltak érzve, és magával ragadott minden. Volt egy pici fénymásoló helyiség, és abban Árpádnak a képei voltak, és arról ő mesélt. Úgyhogy így a munkám fényét emelte, hogy itt lehettem, és azóta tartottuk a kapcsolatot, mert említette, hogy Szentegyházán egy alkotótábort vezet, és hogy részt lehet venni rajta. És szóltam a barátnőimnek, hogy nem akarnak-e csatlakozni. Meséltem erről az iskoláról, hogy milyen fantasztikus élmény volt itt lenni. És megkerestem Árpádot, és ő pozitív választ adott, úgy mondta, hogy jöhetünk bátran. És eljöttünk ide az alkotótáborba, megismerkedtünk a többiekkel, fantasztikusan jó közösség van, nagyon aranyos emberekkel. Egyből befogadtak minket ismeretlenül, úgyhogy vártuk izgalmasan, hogy részt vessünk ezen a táboron. Azt mondtad, hogy az emberekkel, azokkal az emberekkel, akik a táboron részt vettek, alkotók, de akár csak azok, akik kirándulni mentek, szóval, hogy velük jó volt a kapcsolat, befogadtak titeket. Hogy tetszett maga az a környék, amit a tábor bejárt? Mi volt számodra például a legszebb ebben az erdélyi túrában? Igazából kiemelni nem is tudok konkrétan, mert nagyon szeretem Erdélyt. Már többször voltam Erdélyben is. Tehát az egész egy magával ragadó. És az, hogy megörökíthettük, tehát hogy megállhattunk egy-egy természeti csodánál, vagy az unitárius templomban, ott lehettünk egész napon át, és tényleg, tehát belemerülhettünk annak a szépségébe, nagyon jó volt. Tehát minden apró részletet megfigyelhettünk így ezáltal. Csak kikapcsolódni voltál, voltatok ott, vagy pedig ti is alkottok egyébként? Ha nem, akkor próbáltok esetleg rávenni a táborozók, azok, akik tényleg alkotni, festeni, rajzolni mentek ki? Hát Árpád már korábban rábeszélt minket, hogy kapcsolódjunk be, mert ez még több élményt ad. És akkor tehát segített megvásárolni a festékkészletet, és akkor már úgy mentünk, hogy mi is részt fogunk venni a festészetben. Tehát akkor a festékkel próbálkoztunk. Tehát egy-két képünk ki van téve, ami megörökíti ezt. Ugye ez volt a 18. alkalom, ahogy kiderült most a beszélgetésünkből számodra, számotokra az első alkalom. Lesz-e második, harmadik, negyedik, ötödik? Nagyon bízom benne, mert életem egyik legjobb nyaralása, vagy tehát egy aktív pihenése volt, vagy nem, ez nagyon pozitív az volt nyilatkozni, nagyon sokat kaptam itt ebben a táborban. November 23-án Kisteleken rendezték meg a Körúti Színház társulatának előadásában a Meseautó című darabot. A következőkben a főszereplőkkel készült beszélgetésünket tekinthetik meg. Köszöntelek titeket! Először is azt szeretném megkérdezni, hogy milyen itt Kisteleken közönség előtt játszani, és mennyivel másabb egy ilyen kisebb közönségnek előadni, mint egy nagy tömegnek? Most alapvetően nem ismeretlen előttünk a kisteleki közönség, többször megfordultunk már itt, és nagyon-nagyon kellemes és kedves közönség, nagyon-nagyon velünk vannak végig, nagyon-nagyon együtt rezegnek a darabban, nagyon jól reagálnak, nagyon szeretjük is őket, ugye a nyári fesztivál óta talán még közelebb érezzük őket magunkhoz, és biztos vagyok benne, hogy ők is sokkal közelebb érezzük magukat hozzánk. Azt tudom elmondani, hogy alapvetően a mi színházunk profilja az az, hogy elvigyünk odai színházat, ahol más nem visz. Szóval, hogy válaszoljak a kérdésedre, nekünk mindig egy kis közösségi házban, egy kisebb nézőszám előtt van a fellépésünk, de olyan helyen, ahol nagyon nagy szeretet fogadja a színházat, mert mi visszük oda.
És egyáltalán nem mondanám, hogy kis közönség volt, mert full telt ház volt, tehát hogy tele voltunk, soha nem voltak még ennyien. Abszolút, persze, most nem is a számokról, igen, de ez azért ez egy tisztességes nézőszám azért, ami itt Kisteleken van. Ugye meseautóval érkeztedek ide, te az egyik, te vezérigazgatóként, te pedig egy, úgymond, ha ellentétet és párhuzamot szeretnék bevonni, akkor te egy gazdagként, te pedig egy szegényként szerepeltél ebbe. Mennyire nehéz volt ezt nektek eljátszani? Mennyire tudtátok elsajátítani a szerepeiteket? Hát nézd, alapvetően ez egy próbálom úgy mondani klasszikusan, az egy klasszikus darab, tehát azért a meseautót nagyon sokszor feldolgozták, már van belőle két remek film, rengetegen megcsinálták színpadon, de a miénk a legjobb. Mi is ezt 2011 óta játszunk, ha nem tévedek, 2011 óta, tehát akkor ilyen 7 éve. Mi, tehát nem ezzel a szereposztással indult, mi egy éve kaptuk meg a Szűcs János vezérigazgatót és a Kovács Verát. Én vagyok a Szűcs János, ő a Kovács Vera. És mi akkor már egy pár voltunk. Nem tudom, hogy könnyű-e, hogy egy párként játszunk egy párt, de hogy a kérdésedre válaszoljak, alapvetően a arról, hogy ez a darab arról szól, hogy egy tehát nem, ez a játékban nem merül föl, hogy tehát az első jelenetben el van gyakorlatilag engedve a játékunkban az, hogy én gazdag vagyok, ő pedig szegény. Próbáljuk végig azt sugallni, hogy ez szerelem volt első jelenlátása. Nyilván a dramaturgia mondani való az, hogy a Szűcs János szeretne egy olyan lányt magának, aki nem a pénzért szereti, és meg is találja a Kovács Vera személyében. Igen, most mondta egy hölgy, kint, hogy hát ő látta rajtunk, hogy hát ők biztos az életben is egy pár, mert hogy, és mondta a férjének, hogy te miért nem nézel rá a micsoha? De igen, de... Nyilván könnyebb, így alakítani, de én nem gondolom, hogy ez egy szereplő változtatással, ez egyébként más nem, lenne abszolút, tehát oda-vissza, tehát azért gyakorlatilag ez a szakmánk, de természetesen igen, tehát hogy az igazi érzelmeket sokkal, sokkal jobb megélni nekünk ott fönt, mint a mimerteket, persze, tehát ez nem kérdés. A Kisteleki termálfürdőben megrendezésre került úszóverseny eredményhirdetését láthatják a következőkben. Megkezdenék a eredményhirdetést. Nagy izgalommal mindenki leúszta a saját versenyszámát. Lehet, hogy látok már csak jobban indultam, illetve a saját oktatótok. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon büszke lehet magára, hiszen eljött a versenyre, nagy bátorsággal beleugrott a medencébe, végigúszta, hiszen itt mindenki nagyon kezdőúszó még. Heti egy, maximum kettő úszásoktatáson vesz részt. Az érmeket Vándorni Erzsike tanárnő adja át, és Kis Ferenc tanárbácsi. Először a helyezésektől függetlenül az összes kis óvodást szeretnék ide kihívni, és a jövőre nézve még jobban motiválni őket, egy kis plusz ajándékkal motiválni őket. Jöjjenek fel Muntyán Adél, Belányi Barbara, Földesi Anna, Bárkányi Csanár, Toma Gergely, Nagy Attila és Nagy Mihály, Marci, kérni szépen ide álljanak föl egymás mellé. Nagy Attila, Nagy Mihály Marci,
Tomagerdi Bárkányi csanád. Összes óvodást kérjük, jöjjön föl, tehát aki 12 és 13-ban született. Jó, tehát helyezéstől függetlenül mindannyian kaptok egy aranyérmet a nyakatokba, azért, mert ilyen bátrak voltatok, eljöttetek és leúztátok a távotokat. Gratulálok nektek! Adél. Első helyezett Belányi Barbara. Akik felkerülnek a dobogóra, kapnak egy csokoládét. Akinek nem sikerül dobogóra kerülnie, azok még jöjjenek ide a csokiukért, jó? Aki már kapott, az viszont nyilván nem fog még egyszer kapni. Gratulálunk a kislányoknak! A fiúknál pedig harmadik helyezett lett Nagy Attila. ...33 másodperccel. Második helyezett Bárkányi Csanár. 32 másodperccel. És első Toma Gergely 29 másodperccel. Negyedik a Martika, te lettél. Gratulálunk a kisfiúknak! Első korcsoport lányoknál, tehát a 10 és 11-ben született lányok gyorsúszás, lábtempó úszódeszkával. Harmadik helyezett lett 26 másodperccel Rácz Vera. Rák Vera, harmadik helyezett, 26-80, tehát 8-10-del. Második helyezett, 26-7-10-del, Matkó Maja. És első lett, Tóth Lara. 23 másodperccel.
Gratulálunk a lányoknak! Első korcsoport fiúk gyorsúzás lábtempója. Harmadik helyezett 28 másodperccel Majoros Domonkos. Második, Csanádi Atár, 26 másodperccel. Első lett Székesi Zsombor, 24 másodperccel. Gratulálok! Második korcsoportos lányok gyorsúszása, tehát a 9 és 8-ban született lányok, harmadik helyezett Túri Alexandra, 23 másodperccel. 23,9. Második Tóth Lara, 23,1 tized másodperccel. Első lett Bálint Janka, 20,6 tized másodperccel. Gratulálok! Második korcsoport fiúk gyorsúszás. Harmadik helyezett Berta Ádám, 23 másodperccel. Második Belányi Ádám, 17,7 tized másodperccel. Első Bárdos Botot, 17,2 tized másodperccel. Gratulálunk! És újra a legkisebbek jönnek a mellúszásban. Az ovi korosztályban Belányi Barbara egyedül úszott, így első helyezett lett. Kérjük a dobogó tetejére! Neki a zsebedből a kedvet! Igazán büszke lehetsz magadra, hiszen nem találtál kihívóra. A fiúk következnek. Első helyezett lett 40 másodpercen Nagy Attila. Második Toma Gergely 44 másodpercen. Toma Gergely. Gratulálunk. Csak itt kaptam. Aki kapott már csokoládét, azt kérem, ne kérjen még egyszer, mert nem lesz akkor mindenkinek. Szóljatok, ha kaptatok. Első korcsoport lányok mellúszás a legnépesebb futam volt. 15 főből lehetett a dobogóra kerülni, amelyből a harmadik helyezett lett Rákóczi Ramónak 30,2 tized másodperccel. Gratulálunk!
Második Tóth Lara, 30 másodperccel. Első Bálint Zsófia, 29 másodperccel. Gratulálunk! Első korcsoportos fiúk mellőszás, harmadik helyezett Fazekas Konrád, 29-8 másodperccel. Második helyezett 29,5 másodperccel Olasz Csonár. Nagyon szoros volt itt a verseny, és az első helyezett 29,3-tel Mezei Kristó. Gratulálunk! Szívem szerinted adnám a legjobb dobozt. Második korcsoportos lányok mellúszás, harmadik helyezett 29,3-mal Szadi Anna. Második 29,2-vel Balogh Lívia. Első lett Bálint Janka 23,13-mal. Balogh Lívia második helyezett. Gratulálunk a lányoknak! Szeretném kérni itt a piciket, a medence szélén, hogy picit hátrébb álljatok, mert ebből ruhástól lesz úszás lassan. Első korcsoport fiú mellúszás, harmadik helyezett Fazekas Konrád 29,8-al. Elnézést, rosszul mondtam, bocsánat, gyere vissza! Tehát első korcsoport lány hátúszás következik. Harmadik helyezett holtverseny lett, ketten egyformát úsztak, mégpedig Matkó Maja és Béres Kata. Második helyezett Bálint Zsófia. Első lett Tóth Lara. Gratulálunk! Első korcsoport fiú hátúszás. Harmadik helyezett Olasz Csanár, 27-3-mal. Második Kulai Máté, 26,7-tel.
Első lett Székesi Zsombor 26,5-tel. Kulai Máté második helyezett. Gratulálunk! Második korcsoportos lány hátúszás. Harmadik helyezett Szabó Eszter 28,4-jel. Második Pálint Janka 26,5-tel. És első lett Bárkányi Szandra 24,8-tel. Gratulálunk a lányoknak! És elérkeztünk az utolsó versenyszámhoz. A második korcsoportos fiú hátúszás. Harmadik helyezett Berta Ádám 28,9-el. Második Belányi Ádám 24,3-mal. Első Bárdos Botond 23,5-tel. És a kettes korcsoport fiú úszásban ugyanez lett az eredmény, légy szíves, álljatok vissza a dobogóra. És mellúszásból is pontosan ugyanígy sikerültek az eredmények. Még egy éremmel gazdagodtunk. Figyelj, estig itt maradhatok, jó? Na. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételét. És ne keseredjetek el, akinek nem sikerült dobogóra állnia, hiszen aki 10-ben született, vagy például utána 11-ben nyilván fizikálisan nehezebb, hogy neki dobogóra kerülnie, jövőre ő lesz az erősebb, nagyobb eséllyel indulhat, de ezt írja elő a szabály, hogy a korcsoportok azok így állnak elő. Legyen mindenki nagyon büszke magára, aki itt volt a verseny. És akkor elkezdenénk az eredményhirdetést. Erzsike nénit és Feri bácsit szeretnénk kérni ide a dobogóhoz, illetve a versenyzőket. Mindenkinek szeretnék gratulálni a eredménytől függetlenül, hogy részt vett a versenyen, büszkék lehettek magatokra. Harmadik korcsoportos lányoknál elég népes volt a mezőny. A harmadik helyre ketten holtversenyben érkeztek időeredmény alapján. Jó járt Lotti 20,6-tel. És Sisár Dorka szintén. Köszönöm. 19,1-en második Magyar Blanka.
és 17,9-en első Varga Vanda. Mindenkinek jár egy csokoládé a végén, érem vagy helyezéstől függetlenül. Gratulálunk! Harmadik korcsoportos fiúknál gyors húzás. Harmadik le, 20,6-tal, szekeres 3. Második, 20 egész másodperccel, Sejben Kristóf. És első 15,3-val, Nagy Csanád. Gratulálunk! Negyedik korcsoportos lányok. A második helyen holtverseny alakult ki. Pap Dorina és Harman Dorina a második. Első helyezett Kocsis Kata. Gratulálunk! Negyedik korcsoport fiú gyorsúszás, harmadik helyezett Rácz Endre 17-8-al. Második Sipos Tamás 16-4-en. És első Nagy Márk 15-8-an. Harmadik korcsoportos lányok következnek mellúszásba. Tulajdonképpen ebben a korcsoportban volt a legnehezebb a dobogóra kerülés, legnépesebb a mezőny. Ebből harmadik helyezett lett 23,3-val Jójár Lotti. Második 23,2-vel Sisák Dorka. Első lett 22,5-tel Piknicki Dóra. Gratulálok! Harmadik korcsoportos fiúknál a mellúszásban harmadik helyezett lett 26,7-tel Molnár Soma. Második 25,5-tel Sejben Kristóf. Első 22,3-mal Nagy Csanád. Gratulálunk!
negyedik korcsoportos lányok, mellúszás. Harmadik helyezett, harmad Dorina, 28,9. Második helyezett Kocsis Kata. Huszonhat egész héttel első helyezett Babdorina. Gratulálunk! Negyedik korcsoportos fiú mellúzzák, harmadik helyezett 28 másodperccel Nagy Márk. Huszonöt egész öttel második Sipos Tamás. És úgy tűnik Endrére jó hatással voltak a versenyzőtársai, aki egyedül úszott volna, mert első lett 21,9-el. A futamában úszott volna egyedül nyilván. Gratulálunk! Harmadik korcsoportos lányok, utolsó versenyszáma hátúszás volt. Harmadik lett 24 másodperccel Sisák Dorka. Második Pignicki Dóra 23,6-tal. És 23,1 másodperccel első lett Varga Vanda. Gratulálunk! Harmadik korcsoportos fiúk hátúszása. Harmadik helyezett 24,7-tel Sejben Kristóf. Huszon 4,6-tal második lett Molnár Soma. 19,6-tal első lett Nagy Csaná. Gratulálunk! A negyedik korcsoportos lányok hátúszása következik. Utolsó előtti versenyszámukból 31,3-tizeddel harmadik helyezetten Pap Dorina. Huszonkilenc egész nyolc tizeddel második lett harmad Dorina. 24,1-tizeddel pedig első lett Kocsis Kata. Gratulálunk! Utolsó versenyszám, a negyedik korcsoportos fiú hátúszás. 19,9-tel harmadik lett Sipos Tamás. 2. Rácz Endre. Puha, bocsánat, rosszul. Ja nem, jó. És első lett Nagy Márk. A futamszámok bekavartak. Nagyon szoros volt ez a verseny. Mind a hárman 19 másodpercet úsztatok, csak a tizedek döntöttek. Meg a fal. Gratulálok!
Művészeti Iskolában mutatták be Punk Mária, Bocsonda Kócos Bundás Medvebocs meséi című mesekönyvét és annak mellékleteként megjelent Moccantó című lemezt. A következőkben a könyv bemutatón zajló beszélgetést tekinthetik meg. Jó estét kívánok, szervusztok! Jó estét! Jó estét! Nagy öröm, hogy telve látom a termet, még a 3 forintos elég is majdnem elkeltek. Teljes egészében. Valamikor régen a moziban volt az első sor 3 forintot. Te is jártál? 2 volt? Ugye mi már én is 2-re emlékszem, de úgy gondoltam, hogy ne lássák, hogy én is olyan öreg vagyok, ezért 3-ban gondoltam. Igen. Azért is érdekes dolog, ahogyan melekeztem tartalmilag, mert valamikor régen voltak itt rendezvények, aztán az én anyagságom folytán elmúltak, és most ráébredtem, hogy erre csak van szükség, különösen rákényszerített a könyvtári átalakítás, mert eredetileg a könyvbemutatók és a szerző bemutatói stílusosan és szakszerűen azért a könyvtárban történhetnek, vagy mondjuk a kávéházakban. Most megpróbálunk itt ilyen kávéházi hangulatot teremteni. Hát ital hiány, de nem is lesz erre szükségünk, mert azt gondolom, hogy kellő delírumba kerülhetünk majd a versek és a muzsika kapcsán. Nagy szeretettel köszöntöm Máriát és Sejre Győzőt, akik... akik annyira aktív résztvevői a testének, hogy róluk lesz szó. Elsősorban Marikáról, az ő általa megjelentetett, illetve hát ő a szerzője a legutóbb megjelent mese kötetnek, aminek a címe Bocsonda. Meg is mutatom, hogy miről van szó konkrétan, ez a könyvet találtam. Azért érdekes számomra megtalálni ezt a könyvet, mert amikor a múlt héten durván egy órás számomra nagyon szórakoztató beszélgetést folytattunk arról, hogy hogyan tehetünk szórakoztatóvá ezt a könyvbemutatót, akkor én nem tudom, hogy ilyen értelmű kifejezést, hogy elképedve lehet-e pozitív módon használni, de tegyük, hogy lehet. Elképesztően sok könyv került elő, 18 bocsonddal együtt, amit Marika írt, szerzett, alkotott. Természetesen vannak ebben segítségére háttér munkások is. Például mondjuk a kiadó, a Liszkai Tamás mindenütt szinte. De lehet, hogy nem jól számoltam meg. Itt ül a körünkben, de inkognitóban van, ezért nem mondom, hogy álljon föl, vagy hogy tapsoljuk meg. De nagyon nagy köze van a könyvkiadásnak, illetve a könyvkiadáshoz a könyvkiadónak. Manapság, amikor e-könyvek jelennek meg, és látom a saját példám, a lányom állandóan simogatja az okostelefonját, és kérdezem, hogy mire jó ez. Azt hittem csetelget, azt mondja, nem apa, könyvet olvasok. Az is egy érdekes dolog, a telefonján olvas. És könyvet kiadni ma nem merészség, nem ezt mondanám, hanem nagy-nagy elszántság és becsület dolga. Meg kell őrizni a könyvkiadás szépségét, hogy igenis átmegy egy szellemi termék, egy kulturális termék a kiadó kezén is, megszületik a kézbe vehető szerzemény, a teremtett mű, amit interneten nem lehet, akárhogy is igyekszik az ember megcsinálni, alkotni végképp nem lehet. Rögtön előjáróban mondanám, hogy a 18 kötet közül egy medvékről szóló, kis macikról, bocsokról szóló könyvet fogunk bemutatni, de vannak itt régebbi könyvek, amik mondjuk éppen nem könyv alakban, hanem füzet alakban, a bocskorbocs jelenik meg, és a brummogóra, cammogóra, és mielőtt tovább mennék itt a segítő bemutatásán, vagy talán elővenném őket, előreveszem őket. A megzenésített versek elkövetői között, túl azon, hogy Marika írta a szövegét, Sejben Győzőt találjuk. Az illusztrátor
illusztrátorok száma az több, mint a muzsikusok száma. Hódi Katalin, aki illusztrált is korábbi köteteket, és most a címlapot készítette el, ugye jól tudom. Elismertem volna. És a könyv illusztrációja megint csak a kiadó felelőssége, a Liszkai Tamásé. Most már nem úszhatja meg, mert kiadóként itt inkognitóban volt, de szerzőként őt tisztelhetjük. Hát a kiadásért felelős személy, és én ezt próbálom itt erősíteni, hogy önmagában a kiadó, mint cég számomra nem jelent semmit, legalábbis ilyen értelemben a kiadásért felelős személy jelenti azt, amit elmondtam. Sztorizgatni szabad? Egyik alkalommal megkérdeztek engem, hogy hogyan csinálom én azt, hogy gyimesi kiadóban, amikor én próbálok könyveket így felszíne hozni. És mondtam, hogy nagy bátorság kellett hozzá, bekopogtam a kiadóba és elvállalták. És mindenki nagyon büszke volt, hogy tényleg nekem egy erdélyi gyimesi kiadó van, senkinek nem állítottam elő, illetve tiléztek Gyimesi Zoltánnak kiadó. Ezt ugye miért forszíroznám, hát higgyék. Na, rendkívül fontos a kiadó, de a kiadásért felelős személy sokkal fontosabb természetesen. Ahogyan kiszámítottam, a kiadott 18 kötetnek egy hatoda akkor macikról szól, ugye eddig így volt durván. Lehet, hogy mások is vannak elrejtve medvék a könyvek között, de ezért azt gondoltam, hogy egy stílusos ajándékot hozok neked. Biztosan szeretek egy mézes puszedet. Mert ezt a puszedét, ezt mézes csóknak tűnták, nem hagytam volna ki semmiképpen, hogy két puszed is kiakarja kérte. Az igaz, hogy erre a puszedére ráírta valami ostoba, hogy jellegű. Tehát mézes puszedli jellegű sütemény, ugye jól látom. Igen, mézes jellegű puszedli. Na igen. Jó, ezt elrejtettem, hogy nehogy leerüljem ebben a borítékban, ezt nem adom rá, az így a szép. Na most nekem is van könyvem, sőt jegyzetet is készítettem hozzá, hogy nehogy véletlenül valamit rosszul csináljak. És ugye a könyv bemutatása kapcsán, és addig nem engedem Maritát se fogok jutni, ami nagyon-nagyon tetszik, hogy rendkívül barátságos megjelenésű könyv, kézbe vehető, nem hatalmas méretű és nem is nagyon picike, olvasható betű nagysággal van írva, normális sorközökkel is, nem túltelített az illusztrációval sem. Tehát nem szánt rá az illusztrátor sem teljes oldalakat, hanem kellemesen rangrejtve, alázatosan a költészet előtt meghajolva, az írás előtt meghajolva, a mese előtt meghajolva, szolidan illusztrált. Van benne egy olyan, ha majd kézbe veszik a könyvet, láthatják, egy olyan maci figura, ahol a maci teste almára hasonlít, hát az elragadó. A Tamás biztosan tudja ezt, hogy melyikről van szó. Direkt nem fogom ezt megmutatni, ez lesz a marketing 1.0. Aztán nem tudom, legyen vele. Igazából a kérdés az, hogy ugye itt ül a Győző is, és itt ül Marika is, és hogy hogyan jut el egy vers a megzenésítésig. Ebben a könyvben ugyanis ez lesz majd a lényeg, de én azt mondanám, hogy nem csak a benne lévő versek, hanem a benne lévő mesék is rendkívül fontosak. És korábbi könyvekben, például ebben a Bruno Góra, Cambóra, én úgy éreztem, hogy ezek mintha magyar népmesék lennének. De tudom, hogy nem azok, tudom, hogy itt költészetről van szó, versekről van szó. De amikor olvastam valahogy, amúgy jött le nekem, hogy búzani látsz szemvégen. Ilyen kifejezések a magyar népmesékben, mondjuk a legkisebbik fiú
célja a hercegnő kezének, aki húz a virágszemű, elnyerése. És sok minden másból gondoltam még erre a dologra. A Galambon megszólítás, a Galambon című versetben is olyan nagyon népmesei, de ugyanakkor ezek a mesék is, amik az új könyvedben vannak, nekem a történések sorrendjében a magyar népmeséket idézik. Az igaz, hogy te valószínűleg az eredeti foglalkozásod kapcsán, hogy drámapedagógiával foglalkozol, esetleg nehéz sorsú gyerekek szellemi gyógyításával is foglalkozol, bizonyos személyiségzavarok vannak felsorolva a könyvbe. Jellemhibák, amiket én így személyiségzavarnak mondtam, amiket valahogyan szinte nem is a gyerekeknek számva, hanem a felnőtteknek, a szülőknek számva vezetsz elő a mesekönyvben. Jól látom? Akkor szeretnének most először megkérdezni, most már előtt, hogy hogyan jut el egy költő ahhoz, hogy ilyen merészen nekiessen a szülőknek, és felsoroljon egy csomó dolgot a mesekönyvébe, amit orvosolni kell. Gyakorlatilag, ha verset vagy mesét olvasunk, akkor különbséget kell tennünk, ugye, a szórakoztató szöveg, meg mondjuk a tanulható szöveg, a tanulmány között elsődlegesen. Egyébként a költőnek könnyű dolga van, mert verset tud akkor is írni, hogyha megy az utcán felvenni, és nem felejti el. A szépíró, ugye Marika mindkettő, az a rabság, az íróasztal rabságában küszködő irodalmár, mert ő neki hosszú oldalakat kell leírni ahhoz, hogy kifejtsen egy olyan lényegi dolgot, mint amit a vers tartalmaz, hogy bírod, nevelsz, szépíró is vagy, költő is vagy. Ráadásul a kezdetek 10 évekre nyúlnak vissza. A valóságos kezdetek az anyai nagyapád ideig nyúlik vissza, hogy már régen olvastam a kutyafüleken, én úgy hívom a könyvekben rejlő információs oldalakat, hogy előmesél nekem, hogy egy mesés kötetben miért jön elő az irítség, a félelem, a lustaság, a csúfolódás, és így tovább. Ezeket azért írtam, hogy ne tudj elkerülni. Nem baj, ugye önzés, gyávaság, árulkodás, ilyenek, pletyka, ez mondjuk tipikusan női dolog lenne, de nem csak lányoknak szól. Én is sok szeretettel köszöntöm akkor a vendégeimet, meg a vendégeinket. És még akkor a könyvnek a készítőjéhez, vagy a közreműködőjéhez szeretném akkor Hegedűs Erikát is megnevezni, aki volt az anyanyelvi lektora ennek a könyvnek, és ő is most már itt van a körünkben. És én is szeretném megköszönni a munkáját, mint ahogy a Győzőnek és Tomásnak is, és Katinak is. Szóval, hogy jutottam el idáig? Nekem volt ezelőtt a mesekönyv előtt egy másik mesekönyvem is, annak a címe a Kővé vált királylány. Nem egyforma a két könyv. Az előző könyv népmese jellegű, tehát azokat a motivumokat hozom, amit a népmesékben megtalálhatnak, mint olvasók, akár gyerekek, akár felnőttek. Nem csak kicsiknek, hanem nagyoknak is írok benne. Tehát nem happy end jellegű, nem jó végződéssel érnek véget ezek a mesék. Tehát ott ez egy első próbálkozás volt. Elég komoly témákat érintek meg, és próbálok nagyon sok szimbólumot felsorakoztatni ebben a mesekönyvben. Nagyon sok a leíró rész, tehát kevés a párbeszéd. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor legyen egy kicsit könnyedebb, de nem csak azért, mert úgy gondoltam, hanem azért meghallgatom a kritikusaimat, és volt egy nagyon kemény kritikusom, aki azt mondta, hogy hát ez a mesekönyv, ez igazából nem gyerek mesekönyv, és nem gyerekeknek való, és nem biztos, hogy jó, hogyha a gyerekeknek mesélek belőle, vagy bárki más. És ennek a mesekönyvnek, a Kővé vált királylány című mesekönyvnek az első meséje Bocsondról szól. Tehát próbáltam abba is becsempészni néhány ilyen könnyedebb kis mesécskét, ami már a szórakoztató jelleget ölti.
És bocsánatot, annyira megszerettük, és akkor visszakanyarodnék megint Liszkai Tamásra, aki elvitte Röszkére, és ő gyerekliturgiát tartott, gyerekek közé vitte, és hatalmas sikert aratott bocsonddal. És akit most itt meg is tudok mutatni, tehát ő bocsond és a rajzoknak az ihletője, kis mackó. És úgy gondoltam, hogy ha már bocsond, akkor legyen belőle egy egész könyv, és az ő főszerepére építettem föl ezt a mesekönyvet, szórakoztató jellegű mesekönyv, mint már mondtam, tehát könnyedebb, de azért mégiscsak ne csak a felszínt érintsük, és ne csak azt, hogy akkor szórakozásra menjen rá az egész dolog, hogy mesét olvasunk a gyereknek. Próbáltam olyan témákat érinteni, mint hogy ezek a jellemhibák, hogy milyen a gyerek. Ugye ott vagyok az iskolában, és más nem kell csinálnom, csak kinyitom a szemem, és nézni, hogy mit csinálnak a gyerekek. Vagy éppen visszaemlékezni arra, hogy az én gyerekeim milyenek voltak, hazudtak, loptak, verekedtek. És akkor már meg volt a téma. És akkor minden egyes ilyen jellemhibára ráépítettem egy-egy kis mesét. És a Maci eljátszotta, ő volt az én főhősöm, adtam neki karaktert. Adtam a mellékszereplőknek is karaktert, amit próbáltam megőrizni egész végig, nagyon nehéz dolog. A Kővé vált királylánynál minden egyes mese másról szól. Más történet, más főszereplő. A bocsonnál ugyanazok a szereplők. Az erdőnek az állatai, mackói, nyulai, bogarai, rovarjai, emlősei. És ott bizony nagyon kellett figyelni, hogy ezeket a karaktereket megőrizzük. Tehát azért, hogy szórakoztató és sokszor vicces, mosolyogtató, mosolyra fakasztó, tehát ezért született meg, hogy a jellemhibákat összeszedtem a gyerekektől, lestem az udvari játékon, hogy mit játszanak, mit csinálnak, és akkor így született meg ez a kis könyvecske. Tulajdonképpen ebben már bele se lehet kérdezni. A nevek Dörmödön, Círmilli, meg tudnék sorolni még sok nevet, de annyira különleges és annyira érdekesen megszerkesztett nevek, hogy elfelejtem. Tehát hiába próbálnék megtanulni mondjuk tized belül, annyi biztosan van, ahhoz el kéne olvasnom a könyvet többször, amit majd valószínűleg meg is teszek. Mindenesetre 20 mese van hozzá vetőleg ebben a könyvben. Rengeteg, tehát pontosan. Most azt mondtam volna, hogy körülbelül 20 mese, akkor inkább azt kellett volna, hogy 19,5 körülbelül pontos szám. Tehát 20 van benne, és helyenként receptek tarkítják ezt a mesesorozatot. És nagyon-nagyon kételkedem, hogy van ilyen, hogy mézes medve gombóc. Nem biztos, hogy így hívják ezt, de abban már nem kételkedem, hogy ezt meg lehet tenni, mert elolvastam a receptet, tulajdonképpen minden olvastam, és én receptekben otthon vagyok, mert szeretek főzni nagyon. Ezt még soha életemben nem olvastam, de az a bizonyos sütit, ami lednes tiszta állandó alapanyagokból készül, vagyis hogyha összekeverjük, ezzé válik, vagy azzá válik, és kinyújtva platnén megpiríthatjuk, az maga a cigánykenyér, az én ismereteim szerint, és én gyerekkoromban rengeteget ettem olyat. Igaz, hogy méz nem volt otthon, hogy mézet is tegyünk bele, meg cukor sem nagyon mindig, mert azt is mindig hétvégén használtuk, de a csipecsú, meg a három tojás, a zsír, meg a vaníliás cukor, meg egy kicsi liszt az mindig akadt, és ez lett belőle. Tehát egészen bizonyosan ezek a receptek, amiket majd szintén akkor fognak, nem is fogok elárulni többet róla, megismerni, amikor a könyvet a kezükben tartják. Na jó, esetleg a mézes vaníliás vagy érdei gyümölcsel érdekli önöket, azt mondjuk. Jó, kell vele egy egész tojás, négy tojás sárkája, egyszer fel. Nem ilyen. Gyorsan le is lehet írni, de nem akarom. Meg elbeigyűjtsük. Természetesen. Na most szóba hoztam a győző barátomat. Mocorolnak van azért, mert a könyvnek a hátulján is mindig a bemutatásnak tartunk. A Moccantó című címet lehet látni. Győző, lehet neked is kérdés föltenni, hogy hogy kerül a te CD-d a könyv? Természetesen lehet nekünk is kérdést föltenni. De akarsz is bevállalni? Igen. Na akkor nézzük egyet, hogy nagyon egyszerűen.
Hát ezek egy tündéri történetek, egészen más aspektusból találkoztam ezzel az egész dologgal, de például, hogyha egy csigáról énekelünk, akkor az ilyen nagyon érdekes, vicces dolgokat tudunk nekünk mesélni. Csíva lábán nincsen csizma, lába sincsen, csak a zsizma. Úgy jár ki a pusztaságban, úgy a hosány csúszik hátra. Jár ki a pusztaságban. Mert csak lassan türelmesen, mint a vadász, a vadmesen. Teljesen fáj, ha elkésik, ott a dívi most már akkor csak tudnunk kell, hogy van ez, hogyan keveredtetek ti így zeneileg össze ebben a könyvben. Úgy történt, hogy én 2009-ben oda kerültem a rendőrségre dolgozni, és Győző volt az én főnököm. Te nem te voltál, akit kihallgattak, hanem te is dolgoztam. Én is dolgoztam. Például, hogy könyvből megkérdezősködt. Nem volt még akkor semmi élet. Lopott rosszul. És őrületesen szenvedtem, olyan adminisztrátor volt a titkárnő, és Győző meg a másik irodában, ő volt a főnököm, és rettenetesen szenvedtem, ugye nem azért a profilom, nem azért, mert a Győző volt a főnököm, hanem mert nem az én profilom az, hogy én ott üldögéljek is. Hát mert csináltam, mert hogy mérleképes könyvelő vagyok, és titkárnőként dolgoztam több helyet, de akkor már én az óvónői főiskolát elvégeztem, óvodapedagógus voltam, és ugye tekingettem tovább, mint drámapedagógus, és akkor jelentkeztem éppen a drámapedagógiára. És hát ugye ott kellett ülni egész nap, 8 órán keresztül, és mit csinál az ember, ha unatkozik? Hát verset ír. Ha már előtte is írogatott verseket. Ugye a rendőrségen. És egy ilyen kínlódásos délelőttnek volt a szülöttje, a Csiga című versem, és aztán az összes többi. És amikor így kész lettek a versek, akkor én mindig vittem Győzőnek, és úgy dugdostam az orra alá, hogy akkor mit szólsz hozzá, mint óvó bácsi, ugye? Hogy szakmailag jó vagy nem jó, akkor ő elmondta, akkor én változtattam, vagy nem változtattam, és akkor néhány hónap múlva én el is mentem a rendőrségtől, mert ugye úgy gondoltam, hogy annyi elég volt belőle. És akkor 2010-ben sikerült a verseket úgy összeállítanom, hogy könyvformájában Bába kiadó vállalta a kiadást, és akkor a nyomtatást is, terjesztéssel együtt. És egyszer csak Győző jött, hogy hát megvan a csigadal, és hoztam a zenét, és meghallgattam.
És néhány hétre rá, meg már utána már többet is hozott nekem, és elgitározta. És én akkor felajánlottam, hogy akkor jó lenne egy CD, egy gyerek CD. Azt mondta, hogy szó se lehet róla, mert ez, ő neki ez még nem igazán hisz benne, hogy akkor ebből valami megszülessen. És akkor telt múlt az idő, teltek az évek, és akkor a tavalyi év őszén egyszer csak a Kéklámban megláttam, hogy vásárol. És akkor már a gondolat a fejemben, mert akkor már régóta ott volt, oda mentem hozzá, és akkor nagy meglepetésemre hirtelen igent mondott, hogy akkor könyv mellékletként már igen, önálló CD-ként nem, de könyv mellékletként nagyon is örülne. És olyan fantasztikus dolgot csinált, életemben még ilyet nem, alkotótársnál, amit tapasztalhattam, hogy egy hónap alatt szinte az összes zenét megszerezte, és tulajdonképpen így készült ez a CD, és aztán a stúdió felvételekkel is kész volt, és úgy alakult, hogy az idei ünnepi könyvhétre, tehát olyan sebesen és gyorsan dolgoztunk együtt, meg ő is, az ő kis csapatával, hogy az ünnepi könyvhétre kész is lett június 15-ére, azt hiszem, hogy 12-ére, amikor is fönn voltunk dedikáláson Budapesten. Hát igen, arról van szó tulajdonképpen, hogy bemegy az ember a rendőrségre. Aztán nagy szerencsére van, hogyha ki is tud jönni, mert akkor el tud jutni Budapestre dedikálni, és annak is. Hát jó, de hát mondjuk azt, hogy felfüggesztő kaptad, és semmi probléma nem adódott, hál' Istennek, megjelenhettek a későbbi dolgaid is, a későbbi műveid és alkotásaid, de mielőtt még mondanék rólad egy-két különleges érdekes dolgot, Győző, erről neked nincs valami unikális véleményed? Igazából csak annyi hozzáfűzni valóban ehhez a történethez, hogy nyilván olyan megkapó volt ez a dolog, hogy utána, amikor már a lendületet elkapja az ember, ugye ráérez az ízére. Ráadásul úgy, hogy én nekem évekkel ezelőtt is már voltak dalok, amiket megzenésítettem, tehát elég nagy zenei háttér volt, zenei alapanyag, amit ő elég könnyen össze lehetett hangulatával zenével párosítani ezekkel a szövegekkel. Tehát volt hol nyúlni, volt tartalék. Azért is tudtok jól dolgozni, és azért itt meg kell, hogy említsem Árok Sándor barátomat, aki Kistelekről származik, de Pesten él most fönt. Ő stúdiómunkákkal, stúdiófelvételekkel foglalkozik, és azért mertem utána Marikának már igen mondani és belecsapni ebbe a dologba, mert neki megmutattam ezeket a dalokat, és nagyon nagy támogatást kaptam az ő részéről. Ő technikával, szakmai tudásával sokat tudott hozzátenni ehhez a dologhoz, és így éreztem, hogy van egy biztos háttér, mert azért úgy gondoltuk, ha már megjelenik zenei mellékletként, akkor annak legyen egy jó minősége. Tehát komoly stúdió munkával, komoly stúdió minőségű fölvételeket tudtunk kérni, vagy elkészíteni, és nagyon nagy meglepetés volt, hogy vendégzenészeket is tudtunk hívni hozzá. Az volt az alap elképzelés, hogy a gitár énekre felépítjük a dalokat, és mindenféleképpen valamiféle fúvós hangszerekkel egészítjük ki. És az Árok Sándor barátom, ő Pesten egy művészeti iskolába, zeneiskolába dolgozik, és ott a tanári karnak úgy egy délután ezt megemlítette. Hát nagyon érdekes volt, mert a komoly zenét tanító, 15-20 éve komoly zenét tanító tanárok, azok itt versenyt lögdösték egymást, hogy ki lehet részt ebbe a történetbe, és hát művész tanárok zenélnek rajta különböző hangszereken. 10-12 közelékből szerepel. És igazából csak ennyi, hogy ezért lehetett ebbe a dologba belevágni, mert ugye ez is olyan, mint minden más, vagy ahogy a Monika is említette, hogy kellenek hozzá a társak és a támogatás, és szerencsére ez megadatott. Azt tudom, hogy mindkettőtöknek az előző Csigáról szóló dal a kedvence, de nézzük a másodikat, jó? Hát a második az nem fog menni, mert egyszer akkor többi dalot kellene eljátszani. Viszont ha már az előbb csigáztunk, állatoztunk, akkor azt is tudni kell, hogy itt ezekben a gyerekversekben, amellett, hogy állatok, növények megjelennek, vannak hangulatok, emberi érzelmek, és vannak évszakok, és van egy nagyon kedves dalunk, így a Nyár című dal, amit aztán utána a másik zenekarunkkal is fölkaroltunk, mert úgy megtetszett a többieknek is. Az a cím, hogy Nyár.
a sereg, üdvözölni tény. Zöldre ment, legerült a fák, és édesen egy mesekönyvben a rituál pedagógiából való játékok, hát nem tudtam, hogy mi az esküszöm. Tehát igazából ez azért szakmai tudás kell, de azt meg végképp nem, hogy kerül a mesekönyvbe. Ami ugye vele nem olvastam, csupa ismeretlen játékra találtam ott. Leginkább a galacsinok döbbentettek rá arra, hogy mennyi játékot nem tudok, meg nem tudom, hogy hogyan kell játszani. A döbbenetem tovább fokozódott a Bodobács járásnál. Bodobácsot én tudom, egy ízelt lábú, amelyiknek piros kis csíkjai meg pöttyöcskéi vannak, és szereti a napos oldalt, és rájöttem, hogy a Bodobács járás a napos oldalon van, mert gyerekek játszák, és hanyat kell mozogni, nem szabad lépkedni, csak vonaglani, és bizonyos célnál össze kell ütni a részvevők fenekét. Hát ez is egy különleges dolog, de felnőttek is kipróbálhatják, ha nem állnak gerinc kezelése alatt, de még mindig nem értem el a csúcsig, még nem volt katartikus az élmény, az akkor vált azzá, amikor a füllel rajzolás és más test részekkel való rajzolás játékszerűen kell megoldani a levegőbe. És a meglepetésem még mindig nem ért el a csúcsra, az akkor jött el igazán, amikor azt írott, hogy ezt ki is lehet színezni. Hát erről mond nekem akkor valamit. Szóval hogy jönnek ezek a játékok ide? Azt is mond el, hogy mi is ez a rituál pedagógia röviden, mert szerintem ide tartozik, ha már belemerészkedtett tenni ezt a tudományágat. Arról is szól, hogy neked milyen szerepet van, mert tudom, hogy tankönyvet is írsz, írtál is, és hogy tanítod is ezt a műfajt, és biztos érdeklődéssel veszik kézbe majd a könyvet, mert ebben nem lesz keszerűen, játékszerűen, és aki ki tudja színezni, az majd mutassa meg. Jó? 18 éve foglalkozom egy színházi módszerrel. Az kizárt, mert gyerekkorban ilyet nem lehet csinálni. Elég korán kezdtem. És szóval 18 évvel ezelőtt kezdtem el Jiří Blutowski lengyel rendező és színházi reformer teoretikusnak a színházi módszerével foglalkozni, nem a klasszikus közszínházi módszer, mozgás alapú színház. És ugye elvégeztem az óvodapedagógiát és aztán a drámapedagógiát, és akkor ott volt egy csomó tudás, meg egy csomó gyakorlat, de hát mit kezdjek vele? És akkor úgy döntöttem, hogy akkor a gyerekeknek ezt felkínálom
és egy csomó játékot átalakítottam, egy csomó mozgást úgy sikerült, és játékot úgy sikerült meghatároznom, hogy a gyerekeknek is élvezhetővé váljon. Tehát ne csak egy felnőtt színész tréning legyen, és ne csak mechanikus mozgásokról szóljon ez az egész dolog, hanem játékossá váljon, és akkor ugye erről szól a Bodó bácsi is, ami négy kézlábon való visszafelé járás, hátrafelé járás, és akkor páros gyakorlat, a páros játék, amíg nyitott szemmel végezzük is a lábunk között kukucskálunk át, és úgy célozzuk meg a szemben lévőnek a fenekét, addig még jó dolog, érdekes, de úgy még érdekesebb, amikor becsukják a szemüket, és csukott szemmel kell a két feneket összeérinteni. Tehát egy rakás ilyen érdekes játék, amit testtel végzünk, testtel és hanggal végzünk. És ennek apropójából készült akkor egy pedagógiai tankönyvem, aztán egy másik is, ami már inkább gyakorlati, és az elnevezése pedig rituálpedagógia. Tehát rituális játékok, rituális mozgásról van szó, ezek olyan játékok és olyan gyakorlatok, vagy olyan mozgások, amikor erőteljesen a testet veszük igénybe. Tehát nem csak illusztrálunk, nem csak a végtagjainkat használjuk, hanem az egész test megmozdul. Értek. Nagyon jó. A könyvből különben többet is meg lehet tudni. Most nagy szemtelenségnek tartanád, ha azt kérném, hogy rajzolid a levegőben valamilyen testrészeddel egy bocsondot, mondjuk a füleddel? Persze. Szemtelenség lenne, de megcsinálnám. Nézzük. Oda, de arra, arra pontosan arra. Ez volt a fejük. Füle? Igen. Pocsak. Keze. Pedig ugye biztosnak kellett lennem benne, mert nem írta volna le egyébként. Most vannak itt óvónők, lehet, hogy új ötletet kaptak ezáltal, vagy csak én hiszem azt, nekem ez nagyon tetszett. Meg is vagyok győzve arról, hogy a rituálpedagógiának van köze hozzánk, a gyerekekhez, én is olyan gyermeket tudok lenni miatt, és hazamegyek kipróbálni az Isten természetesen. Ami nagyon izgalmas, hogy vannak itt ilyen lefizetett nézők, akik kitalálták, hogy keze, mert nem igaz, hogy nem beszélted meg velük, hogy igaz. Nem, ugyanez? Lacikával, te is kreatív vagy, tudom, hogy nem is mennél benne ilyen játékba, csak provokálsz. Soha. Van még egy nagyon érdekes dolog a meséken és a játékokon túl, az, hogy tudtad? Ez egy olyan általános kérdés mostanában, és a könyvben is többször fölteszed, ami nagyon aranyos volt, hogy van-e Mikulás. Ugye hitetlen a Maci, és hasonlóan ahhoz, hogy itt megkérdezed, hogy tudtad és elmondod, hogy ki is a Mikulás valójában. A Maci természetesen nem hiszi, hogy van Mikulás, mégis meglepődve tapasztalja egy átvirasztott éjszaka, utána mégiscsak van, mert a barna ablakában ott van a rengeteg ajándék a csizmában, meg a csomag, de igazából nem is hitetlen ez a Maci, hogy a végére kiderül, mert ez majdnem a legutolsó, ugye talán ez a Mikulás mese, és nekem olyan volt, mintha az összes többi jelenéva már megbocsátásra került volna, pedig én tudom, hogy valahol egészen biztosan beleadott az éjszakába, elég volt csak amíg medve anyu, meg medve apu, vagy medve anya, meg medve apa oda tette gyorsan az ajándékokat, amiket a Mikulás hozott, aztán megvirizgálta egy tollal a kis heftijét, a kis ormányát a
Macinak, aki tüsszentett egy nagyot, felébredt és észrevette ezt a csodát. Jól gondolom, mert ezt a mesét tudjuk. Nagyjából. És én azt hiszem, hogy ha otthon a gyerekeinknek az előzőeket is előadjuk, de most közeledvén a Mikuláshoz, épp, hogy van-e Mikulás, megpróbáljuk tisztázni ezt a sarkalatos kérdést, és kiderül, hogy Mikulások bizony vannak, akkor ez a könyv már elérte a célját. Győződnem volna neked valami hozzátenni való, de ez a mesélet. Esetleg egy dal tudod. Úgyhogy a Mikulásra egy kicsit arrébb léptünk, de van nekünk egy jó kis gólyára. Nem bajátod, nekünk a játék. Marika biztosan tudja, hogy rengeteg dolgot kifelejtettem, mert ezer dologról lehetne még beszélni. Először őt kérdezem meg, hogy akkor valamit elfelejtettem. Hát ez a rituál pedagógiából ismert játék, amivel lerajzolta nekem a vállával, ott tulajdonképpen nem felejtettem ki semmit, de föltette a kérdőjelet és feketére színezte, hogy az egyik napon legyek nagyjából. A közönségnek van-e lényegbe vágó, vagy egyáltalán nem lényegbe vágó kérdése, felületes, vagy mérőjövő, bármi, amit az elhangzottak kapcsán, vagy azon túl is, vagy azt megelőzve, túlhaladva Győzőnek, meg Marikának föltenne. Mikor és milyen témával lesz a következő? Na ez egy nagyon nagy kérdés. Már a kiadóval van az újabb verses kötetem, gyerek verses kötet, a negyedik sorban, és ott 40 gyerekvers van, és a 40 gyerekvershez van 40 szép grafika. Vas Terézia készítette gyönyörű grafikáit hozzá, és ahhoz is lesz egy CD melléklet, amit ugyancsak
győző zeneszerzésével és az ilyen gyerekvers szövegeivel fogjuk majd az olvasó közönség elé tárni. Ez még titkos. Ez még titkos. Ezért nem is árulták el. Valószínűleg karácsonyra készen lesz. Igen. Győző, te is hozzá szeretnél tenni még egy zeneszámot, hogy stílusosan várjuk. Nem tudom, énekeljünk még valamit? Hogy? Itt egy ilyen macsás. Volt a bácsakról? Nagyon jó ez a macskás, ezt azért nagyon szeretem, mert nekünk nemrég óta, egy ilyen fél éve jött oda hozzánk egy pici cica, és ez nagyon betalált, én most kezdem a macskáknak az ösztöneit és az életét megtanulni, hogy egyáltalán hogy működnek, és ez úgy azért elég jó rendben. És ez ugye az én macskám földműves, a kert végét ássa, oda így működ, hol a vetést látja. Az én macskám vezető, horgász T.S. éli, levesemből lóka már, horgász botja végén. Az én macskám fővadász, egér komát várja, ahelyett, hogy bekapná, húzza és cibálja. Az én macskám doktora, a hosszú alvásnak, bárhol talál kényelmes, nagy ágyat magának. Az én macskám faszobrász, épp széklábat készít, egyedi tűmintával szorgalmasan szépít. Adhatja, akár régi is, akár a legújabb kötet, de ugyanígy ezek itt megkaphatók, főként a legújabb, ugyan jól gondolom. Itt helyet csinálunk ennél az asztalnál akkor ehhez a művelethez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, hogy eljöttetek, éljetek most a lehetőséggel, a vásárlás lehetőséggel gondolom, de nem pusztán könyvvásárlásáról van itt szó, hanem hozzáférés az alkotáshoz, annak a lényegéhez, ez egy sokkal emelkedettebb dolog, marketing és üzlet. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy legközelebbi alkalommal is, bárhol is lesz bármilyen könyvbemutató is, legalább ennyien, vagy ennél lényegesen többen is eljöttök. Különben azt mondanám, hogy erre készül a könyvtár bővítés is, hogy akár 100 embert is be tudjuk majd később fogadni, de ha nem tudná a létszámot legyűjteni a könyvtáros, akkor nagyon szívesen állom alkotónak. Köszönöm szépen és jó éjszakát kívánok, de ne felejtsétek el, hogy dedikálás következik.
következő adásunkat jövő hét kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Kedvedásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntekedásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!